A tervezett városi, tagóvodai rendezvényeiket a pandémiás helyzet miatt csak szűk körben tudják megtartani, szülők nélkül. Elkezdődött a farsangi ünnepkör időszaka, erre készülnek az óvodák. Egy hosszabb, kéthetes, egybefüggő téli szünet után kezdték az idei évet az óvodákban. Január 4-én majdnem teljes gyermek és teljes dolgozói létszámmal kezdtek. A tervezett városi tagóvodai rendezvényeiket a pandémiás helyzet miatt csak szűk körben tudják megtartani, szülők nélkül. Elkezdődött a farsangi ünnepkör időszaka. Erre készülnek az óvodák, és csoportszinten tartják meg a farsangokat, a szülőket a zárt csoportfelületeken tájékoztatják. Az ősztől iskolába menő gyerekekkel minden óvodában folyamatosan foglalkoznak egyéni fejlesztésekkel. A személyes iskola előkészítőket most nem lehet megtartani, de a szülők kapcsolatban vannak az iskolákkal. December óta már a szülőkkel egyeztettek az óvodapedagógusok a gyerekekről, melyik az a terület, ahol még fejleszteni kell, de van olyan is, akit egy évig szeretnének a szülők még óvodában tartani, ők beadták a kérelmeket a szakhatósághoz. 220 gyermek tanköteles jelenleg a MIEU-ban. A leendő óvodások beíratása sem biztos, hogy személyesen történhet meg tavasszal, a járványhelyzettől függ majd. Most online módon tudnak a szülőkkel kapcsolatot tartani, de a vezető bízik abban, hogy a tavaszi rendezvényeket már az udvaron velük együtt tarthatják meg.